Fejér megyéjék legszebb emlékgyűjtesében állunk jelen pillanatban. Ezt az épületet 1857-ben kezdték el építeni az akkori fejérvári prépost magán adományának köszönhetően. Óriási nagy dolog, hogy voltak olyan emberek, akik a saját vagyonukból áldoztak a közösségért. Ezt az 1857-es építkezést, illetve az alapkőletételt egy márvány emléktábla örökítette meg, amely emléket állít annak, hogy Ferenc József tette le az alapkövet, illetve az, hogy ki volt az alapító. Na most ezt az épületet aztán szétbarmolták szabályosan a szocializmus időszakában, az itteni gyönyörű freskókat elfették, lefestették, részben lekaparták, a márványtáblák pedig, ami a falba volt sülyeztve, azt egyszerűen levakolták. Hála Istennek a felújításkor előkerült. Úgyhogy ma egy nagy ünnepet élhettünk itt meg közösen, hiszen azt a Fejér megyei levéltár épületegyüttest, amelyet teljeségében felújítottunk, és néhány hónappal ezelőtt átadtunk a nyilvánosságnak, azt most teljesítettük azzal, hogy az időközben a Nemzeti Kutatáslap támogatásával felújított műemléki értékű védett butorokat is rendbe tettük. 19. század elejéről származó megyei levéltári butorokról van szó, a megye festett címerével és a többi. Illetve itt a levéltár épület ékességét jelentő ólomüveg ablakokat is mind restauráltattuk. Az a családi manufaktúra restauráltatta, amelyiknek egyébként alapítója készítette évtizedekkel ezelőtt az üvegeket. Ez óriási nagy ünnep, mind a megye számára, mind az egész magyar kultúra számára.